Először állhattam föl a kerítésre, nem tudtam, hogy hogy lehet egyszerre megszólítani a 8-10 éves kisrácot és a 90 éves Újpest szurkoló urat. Hogy legyek ma életemben először 90 éves Újpest szurkoló. Tőlem egyszer elvették a címert, többet ezt nem tehetik meg. Akik jelen pillanatban ezt művelik a címerrel, függetlenül, hogy tudom, hogy létezik olyan, hogy marketing, tudom, hogy létezik olyan, hogy Tao, tudom, hogy létezik olyan, hogy üzlet, nem vagyok hülye gyerek. De egy dolgot fogjanak föl, miközben lecsukják a szemüket. Több ezer ember szórakozását vették el, és életét. Barátaim, újpestiek! Ez a mai nap bebizonyítja mindenki számára, hogy félre tudjuk tenni belső viszályainkat, gondjainkat, és ha az Újpest helyzete azt kívánja, képesek vagyunk kiállni mindazért, mely számunkra fontos. Tesszük mindezt együtt, egységben. És ugyanezt várjuk el a vezetőségtől, mind az Újpest FC és mind az UTE részéről, hogy tegyék félre a haragot, és törekedjenek a mielőbbi megállapodásra a címert övező jogi kérdésekben. Felszólítjuk mindkét felet, hogy közösen keressenek megoldást a címert ügyében, mert ennek a történelmi jelentőségű helyzetnek a megoldása jelentéktelen személyükön felül áll. Innen üzennénk dr. Gyarmati Eszter ügyvezetőigazgatónak, hogy mindazon állítása, mely szerint mindig és mindenkor az Újpest érdekei tartotta és tartja szem előtt, ott bukott meg, mikor asszisztált ehhez az egészhez, és hagyta, hogy a címerváltozás véghez menjen. Ha én, vagy bármelyik más itt jelenlévő újpesti szurkoló hasonló helyzetben lett volna, a címert választja és nem az eurókat. Újpest! Innen üzenjük Rodarik Dusatelnek, mi szurkolók ott voltunk mindig. Mi szurkolók, akiket felesleges teherként kezel, és kezelt a mai napig. Ő lenyilatkozta, hogy nélkülünk sokkal könnyebb lenne neki, és ő minket zsarolt azzal, hogy zárkapus meccseket rendezne inkább, mint nézők előtt mérkőzést. Ezzel a döntéssel kihúztad nálunk a gyufát! Soha többet egy Újpest szurkoló bizalmát nem fogod visszanyerni! Nem kell úgy szíved! Dusa te, nem kell úgy szíved! Nem kell úgy szíved! Dusa te, nem kell úgy szíved!
terved szerint játszhatsz. Mi lesz a következő lépésed? Te megváltoztatod a csapat színét pirosra, vagy tán zöldre? Azzal, hogy megváltoztatta a 132 éves klubunk címerét, te átléptél egy határt. És még álmodban se gondold azt, hogy az új címer felett a két csillagot felhasználhatod. Mert a 20 bajnoki címnek és a két csillagnak az általad üzemeltetett gazdasági szervezetnek köze nincsen. Ez a harc, ami most elkezdődött, lehet, hogy rögös lesz, lehet, hogy hosszúra fog nyúlni, de nekünk újpestieknek ki kell tartanunk. És ahogy itt végignézek, mindenki szemében látom az elszántságot, és mindenki szemében látom az őrzi, a hagyományt, és látom azt, hogy mindenkinek mennyire fontos az Újpest, és ezt nekünk szurkolóknak őriznünk kell. Most még nem megyünk be. De menjünk már! Menjünk be! 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 Viszont jövő héten, mikor kezdődik már a bajnokság, én ugyanekkora létszámot akarok majd látni Pakson. És az azt követő Ferencváros elleni derbin sosem látott erőt és elszántságot akarok látni, mert onnan már nem tud minket kizavarni. Ott már mi leszünk otthon, és mi leszünk többségben. Úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy mi újpestiek tartsunk össze, hiszen a család nagy, mindenki egyenlő, és csak így fogunk elérni bármit. Mindenki a kezét a levegőbe, gyere ide! Hosszú tap!